A családok otthonteremtési kedvezménye sok változást hozott a 2016-os évben. Bevezetésével a szakemberek egyöntetűen lakásépítési boomra számítanak, ám a szakma úgy véli, sok feltétel nem adott még ennek az eléréséhez. Az egyik ilyen probléma, hogy míg az építészkamara országos tagsága a válságot megelőző időkben elérte a 10 000 főt, a 2015-ös őszi statisztikák szerint ez a szám 6 000-re csökkent. Sokan szüneteltették vagy végleg feladták a tervezői munkát, valamint a szakemberek egy része külföldre költözött. Gördülékenyebbé teheti viszont az otthonteremtést, hogy ettől az évtől az építési engedélyezési eljárás jelentős mértékben könnyebbé vált, amivel főleg a tervezők felelőssége lesz nagyobb, közölte a megyei építészkamara elnöke. Könnyített lakóépület kivitelezési lehetőség, az első lépések magyarul jóval hamarabb és költségmentesen szinte elkezdhető, viszont az emögötti műszaki tervdokumentáció komolyságára hívja fel a figyelmet a kamara elnöksége, tehát az eddigi dokumentációktól elképzelhető, hogy még alaposabb terveknek kell felkerülni az elektronikus ETDR rendszerbe, ahhoz, hogy egyrészt valami alapján ellenőrizhető legyen mégiscsak az építkezés, erre létezik az építésfelügyeleti szervezeti forma, és valaki ezt azért nyilván figyelemmel követi, hogy mi zajlik a lakóépítkezéseken. És a tervező szerepe részben a tervek elkészítésével kapcsolatban, részben a kivitelezésre való odafigyelés kapcsán is felértékelésre kerülhet. Aki építkezésbe kezd, már a telekvásárlásnál nagy árkülönbségekkel találkozik, míg kisebb településeken akár 3 000 forintos négyzetméter áron lehet telekhez jutni, addig megyeszékhelyeken vagy a fővárosban ez az ár akár a 40 000 forintot is meghaladhatja. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez több feltételt is teljesíteni kell az építkezéseknél. Az egyik ilyen a lakások és házak korszerű energiahatékonysága, amivel az új épületek energiaigénye akár a felére is csökkenhet. Ha egy épület központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, akkor azoknál már azokat az energiahatékonysági követelményeket kell érvényesíteni, amelyeket egyébként csak 2018-tól kellene alkalmazni. Mindenképpen oda kell figyelni azoknak, akik saját maguk fognak építkezésbe belevágni, mert hogy abban is módosult az építési szabályozás, hogy ha ma kezd bele valaki egy építkezésbe, de 2018-ban, de várhatóan csak 2018-ban kerül használatba vételre az az épület, már abban az esetben is az akkor érvényes, tehát a szigorított épületenergetikai elvárásoknak megfelelően kell majd átadni, illetve használatba venni az épületeket. A magyar családok nagy része energetikai szempontból elavult épületben lakik. Ezeket jellemzően a 80-as években építették az akkori hőtechnikai szabályozások szerint. Ezért is van szükség arra, hogy a követelményeket egy modern 21. századi szintre emeljék, tette hozzá a szakember. Bár sokan érdeklődnek a kedvezmények miatt az ingatlan irodákban, az egyelőre nem pontosan ismert feltételek és az elmúlt évek visszaesése miatt egyelőre nem tudnak hatékony segítséget nyújtani az ügyfeleknek az ingatlan közvetítők sem. Az évünk természetesen úgy indult, hogy hatalmas lakossági igény jelentkezett az új családtámogatási kedvezményre. Hatalmas az érdeklődés az új építésű lakások és családi házak iránt, azonban a kínálati oldalon nem tudunk igazából versenyképesek lenni, mivel az utóbbi időkben a kialakult építőipari helyzet miatt nem épültek új társasházak Nyíregyházán, és a családi házas építkezési kedv is alább hagyott. Így mindenki rohamszerűen megrohamozott minket, hogy szeretnének új lakást vásárolni, de egyelőre mi is csak tapogatózunk, és keressük a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk ebben segíteni. A korábbi években a kisebb településeken mindössze 3-4 családi házra adtak ki építési engedélyt. A szakemberek azonban bíznak benne, hogy ez a szám a következő években jelentős mértékben megnő majd.